104 Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét kívánok, Velünk Történt című magazin műsorunkat hallják, és többször volt már témánk itt a Velünk Történt magazinban, a Muzsikál az erdő. Most Matúz Viktóriával, a Muzsikál az erdő alapítvány titkárával fogok beszélgetni. Viktória, szeretettel üdvözlöm. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Ön is volt már vendégem itt a magazinban. Köszönöm, hogy ismételten rendelkezésemre áll. Mit lehet tudni az idei programokról, de mielőtt rátérnénk, beszéljünk egy picit itt az elmúlt időszak. Hogyan tudták ezt átvészelni, ezt a több hónapot? Valóban nem volt egyszerű az elmúlt időszak. A koronajárvány és a vírus helyzet megváltoztatta az életünket, és átértékelődött mindaz, amit az emberek gondoltak a hétköznapjaikról. A Muzsikál az erdő alapgondolata, értékrendje megerősítésre talált, hiszen amit mi célunknak tartunk, hogy az erdő szeretetét, a fenntarthatóság gondolatát, a művészetek szeretetét hirdetjük, ezt népszerűsítjük, hogy a helyi értékek, a helyi termékek fogyasztása fontos, próbáljunk meg minél környezettudatosabbak lenni. Ezek az értékek most az elmúlt időszakban még inkább megerősödtek és igazolódtak. Készültünk a rendezvényekre, a májusi programunk, amely Kecskemét térségében lett volna, azt nem tudtuk megtartani, viszont most nyáron készülünk a Muzsikál az erdő Mátrai Művészeti Napokra, majd szeptemberben pedig bízunk benne, hogy Gyula térségében, Muzsikál az erdő a Körösök völgyében újra találkozunk az ottani közönséggel is. Ugye ez évről évre óriási népszerűségnek örvend, és hát Gyulára szeretnék rátérni. Mik a visszajelzések így az évek alapján? Miket tapasztalnak, Viktória? Bő 5 éves tapasztalatunk van már a Muzsikál az erdő a Körösök völgyében rendezvénnyel kapcsolatban, és azt tapasztaljuk, hogy vannak visszatérő vendégeink, akik évről évre ellátogatnak Gyula város erdőre, az erdei iskola környezetébe, és Páciumba, a püspökfürdői rendezvény helyszínre is, és nagyon szeretik ezeket a rendezvényeket, a rendezvényhelyszíneket, és a program által többen megismerték Gyula környékének a természeti értékeit. Azt tapasztaltuk, hogy más vidékekről is szívesen látogattak ide, és a Birjér partján, a városerdei erdei iskola környezetében nagyon jó programokat, klasszikus zenei, népzenei programokat élhettünk át közösen. És azt azért mondjuk el a hallgatóinknak, hogy esetleg valaki még ezt nem hallotta volna, és most hallja először, hogy igen, bent az erdőben, a fák között van koncert, és ott vannak. Ugye? Pontosan olyannyira, hogy a Biri ér partjára gyalogtúrával, kerékpártúrával, lovaskocsikkal megyünk ki, általában szombat délelőtt, és egy olyan koncerten veszünk részt, ahol abszolút hangosítás sincs, teljesen kint az erdő közepén, és nagyon-nagyon jó hangulata szokott lenni ennek a már eleve a kijutásnak, hiszen mindenki megérdemli már a művészeti zenei élményt, aki ezt a túrát megteszi, és rengeteg mindent megtud a helyi erdőről. És valóban bent az erdei iskola környékén, környezetében is, az erdőben színpad nélkül, a fák árnyékában tartjuk a programokat, és a művészek nagyon szeretik és nagyon élvezik ezeket az alkalmakat, hiszen az ő komfortzónájukon messze túllépve adják elő a művészetüket, és a közönséggel nagyon-nagyon szoros közeli kapcsolatot tudnak így fenntartani. Milyen koncerteket, vagy milyen előadásokat szoktak ilyenkor szervezni? Tehát zeneileg is gondolnám ezt a kérdést. A Muzsikál az erdő rendezvénysorozat klasszikus zenei, népzenei és világzenei koncerteket szervez, ezen kívül gyermekprogramokkal készülünk. Úgy igyekszünk, hogy a család valamennyi tagja élvezhesse a rendezvényt, a kicsik, a szülők és természetesen a nagyszülők. Nagyon-nagyon érdekes, és akkor a terve van véve, hogy a szeptemberi gyulai. De most ezelőtt mi van most? Mi lesz önöknek? Kezdődik a Muzsikál az erdő Mátrai Művészeti Napok, július 4-től július 12-ig várjuk az érdeklődőket a Mátra térségében, Heves és Nógrád megyében lesznek programjaink. Ez a számunkra a legnagyobb rendezvénye, hiszen egy 9 napos folyamatos programmal várjuk az érdeklődőket, és itt is természetesen hűek vagyunk a rendezvény szervezési elveinkhez, hiszen a család valamennyi tagjának kínálunk feltöltődést, és várjuk a gyermekprogramokra, a klasszikus zenei, népzenei programokra az érdeklődőket. Igen, és ahogy nézegettem itt a programokat, azért több helyre, például Kékestetőre is fognak menni, úgyhogy jónak ígérkezik ez. Hát bízunk benne, hogy az is lesz, mi nagyon készülünk rá. Valóban Gyöngyöspatán kezdünk, a nyitó rendezvény Gyöngyöspatán lesz, ahova az Egri Szimfonikus Zenekar egy teljesen erdei helyszínre fog megérkezni, és az üsdobot is magukkal hozzák, tehát ez már egy külön kaland, ahogy egy szimfonikus zenekar egy ilyen helyszínre megérkezik, és óriási élmény egy ilyen nagy formátumú együttesnek a zenéjét hallgatni a lombkorona árnyékában. Ezen a helyszínen fel fogjuk avatni Józsa Judit kerámia szobrász művészet történész, összetartás dombor művét, valamint velünk lesz Szalóki Ági gyermekkoncertjével, és a muzsikás együttes.
együttes is koncertet ad a nyitó rendezvényen. De ahogy említette, Kékestetőn, Abasáron, Szurdok püspökiben, Mátra keresztesen, Tal Szennyves pusztán, Gyöngyös Talján, Hajzat pusztán, majd egy napra a határ másik oldalára Fülekre felvidékre látogatunk, és a záró rendezvényünk pedig Csalgótarján közelében, Eresztvényben tartjuk az ottani Geopark látogatóközpontjának a környezetében. No hát akkor lesz mit csinálni, meg lesz hova vándorolni, úgyhogy Viktória, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésemre állt, és akkor hát remélem, hogy szeptemberben Gyulán találkozunk. Valami extrával készülnek a gyulaira? Szeptember 25-e és 27-e között érkezünk Gyulára, és nagyon komoly programokkal készülünk, várjuk az érdeklődőket, de még jó előre nem fogom elárulni. Hadd fordalja a kíváncsiság a közönséget, és minél többen látogassanak el Városerdőre. Szuper, mi pedig akkor folytatjuk. Viktória, köszönöm a beszélgetést, és akkor jó nyarat önöknek, sikeres rendezvény. Köszönöm szépen. Velünk történt magazin műsorunkban Matúz Viktóriával, a Muzsikál az Erdő Alapítvány titkárával beszélgettem. Műsorunkat hamarosan folytatjuk. Hamarosan.